A Boldogabb Családokért családi életre nevelés módszertanát Kecskeméten dolgozta ki egy egyesület, mely módszer azóta országszerte, így a Kaposvári Egyházmegye területén is ismerté és kedvelté vált a szakmai körökben. Én orvosként a természetes fogamzás szabályozást kezdtem el terjeszteni az országban. Így találkoztam sok fiatallal, munkatársaimmal együtt, és láttuk, hogy mennyi kérdés van a fiatalokban. Kivel tudják ezeket megbeszélni, amik a kamaszkorukban ébrednek, kérdéseik, útkeresésükben kikíséri őket. És hát erre tettem fel az életem, hogy ebben segítségükre leszünk, és ilyen módon a kezdetben felvilágosító óráink témaköreikben bővülve családéletre nevelés programmá nőtte ki magát. A Kaposvári Egyházmegye a tavaly megtartott tanfolyam sikere után idén is megszervezte a rendezvény sorozatot a családi életre nevelés oktatásában tenni akarók számára. A tanfolyamon ezúttal nem csupán a hitoktatók, de az egyházmegye fenntartásában működő oktatási, nevelési intézmények munkatársai is részt vettek. 2 napból áll. Ezeken a napokon nem egy frontális előadás hangzik el, hanem amit a gyerekekkel is csinálnának a pedagógusok, hitoktatók, ezeket a gyakorlatokat ők átélik, és így szereznek tapasztalatot arról, hogy milyen hatást vált ki, vagy még hozzáteszik a trénerek, hogy mire kell figyelni, hogyan, tehát a kommunikáció, a párkapcsolat, a konfliktuskezelés, tehát a társas kapcsolatoknak mindenféle szegmensét itt tulajdonképpen ilyen játékos gyakorlatokkal gyakorolják be, vagy sajátítják el. Amikor az osztályszinten kijön mondjuk az első, a programnak Kecskemét a mintavárosa, de például a Váci Egyházmegye területén 23 iskolában immáron a 4. tanéve vesznek részt az egyesület munkatársai e módszertan mentorálásában. A tervek szerint az egyházmegyei katolikus iskolák főhatósága szeretné a családi életre nevelést, mint az iskolai oktatás és nevelés tárgyát a Kaposvári Egyházmegye iskoláiban is szorgalmazni és arra lehetőséget teremteni.